Kedves nézőnk, a jó idő megérkeztét, mi sem jelz jobban, mint sem, hogy Jutkáról lekerült a fekete kabát, <laughs> tehát itt van a nyár, és attól függetlenül, hogy megvolt az Önforgató és Néptánc Fesztivál a 18 tehát nagykorú lett a rendezvény, a találkozások házában nem, meg, nem állt meg az élet, és most erről beszélgetünk, hogy milyen újabb rendezvény látok a városlakók elé. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most egy ünnepi megemlékezésre szeretném felhívni a kedves televízió nézők figyelmét, hiszen június másodikán, ez egy pénteki nap, 10 órakor egy koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartunk majd a Trianoni emlékműnél, ahol megemlékező beszédet mond Kocsi Erika történész író, ezt követően pedig a Hiszek egy hazában című zenés történelmi játékból hangzanak el részletek a Mandalada a színház előadásában, ezt követően pedig koszorúzásra kerül sor, tehát június másodikán pénteken 10 órára várunk mindenkit nagyon sok szeretettel a Trianoni emlékműhöz. Ugye ez minden évben szokásos megemlékezés, hiszen ez az a nap, amit nem tudunk elfelejteni. A Nemzeti Összetartozás Napja, és erre emlékezünk most itt Szavasváriban is. Van-e még valami más esetleg? Tudom, hogy sokat dolgoztatok, na de? Na de készülünk most már a táborokra hiszen június második felében a könyvtárban, két turnusban fogjuk indítani a nyári táborainkat. Itt már teltház van, július 10-től a találkozások házában lesz egy hetes turnus, ide még korlátozott számban tudunk fogadni jelentkezéseket, illetve a Vasvári Pál Múzeum által szervezett táborban is még van egy pár szabad helyünk, ez a tábor a Hír ifjúsági táborban kerül megrendezésre, ahová nagyon sok szeretettel várjuk még a jelentkezőket. A múzeumi tábornak az időpontja július utolsó hétje, hete, illetve augusztus első hete. Múltkor hallottam épp a rádió, hogy Budapesten egy ilyen egyhetes tábor, 80-90 ezer forint, gondolom, itt nem kerül annyiban. Nem, tehát itt nálunk 18, illetve 20 ezer forint lesz ezeknek a táboroknak a költsége, tehát úgy gondolom, hogy ez egy barátságos összeg, ezért a gyerekek ugye napi egyszeri étkezésben részesülnek, illetve a nap közbeni elfoglaltságot biztosítjuk nekik, tehát változatos programok várják majd a gyerekeket. Ezt én is tudom bizonyítani, hiszen voltunk már itt nyári táborban, és tényleg látni kell azt a sok önfelett arcot, itt a gyerekek jönnek, mennek, labdáznak, rohangálnak, játszanak, jól érzik magukat, és gondolom a szülő is úgy van vele, hogy nyugodt szívvel engedi el őket. Így van, tehát a korábbi évek azt bizonyítják, hogy ugye a gyerekek nagyon szeretnek itt lenni nálunk, akár a könyvtárban, akár a találkozások házában, akár a múzeumban, és már tavaly is úgy mentek nagyon sokan haza, hogy már erre az évre szerették volna, hogyha a jelentkezéseket fel elérjük. egy kicsit nézzünk előre, nézzünk a jövőbe. Nektek ez most tényleg lehet, hogy utána hangzik, de mennyire jó például azok a gyerekek, akik itt vannak táborban, megismerik a könyvtár életét, a, a, találkozások házában folyó munkát, programokat. Elképzelhető, hogy, hogy ők lesznek azok majd, akik a jövőben aktívan kiveszik részüket? Hát bízunk benne, hiszen ugye volt példa, meg van is példa rá, például a könyvtári táborból, ha kiindulunk, akkor a akik résztvevőként itt voltak a nyári táborban, és még nem voltak beiratkozott olvasói a könyvtárnak, azok beiratkoztak, és azóta is járnak könyvtárba. Tehát mindenféleképpen van egy ilyen ö, szándékunk is, meg hát ö, szeretnénk biztosítani ugye a szünetben a tartalmas kikapcsolódás szórakozás lehetőségét. Vannak olyanok, mert nekem is jelezték, hogy, hogy most tényleg a számítógép világában egyáltalán még van, aki könyvet torvas. Van, hál' Istennek van és bízunk benne, hogy egyre többen lesznek. Ez, ez megfogható? Tehát maga a könyv kézbe veszi, lapozzal? Persze, persze, persze. Tehát ugye azért is tartjuk itt a foglalkozásokat napközben, hogy ugye ismerkednek a gyerekek a könyvtár szolgáltatásaival, akár a könyvekkel, akár a folyóiratokkal, hmm. illetve nem marad el itt nálunk sem a, a könyvtár kínálja a tából az okos eszközökkel történő ismerkedés, hiszen ezt imádják, tehát akár a VR szemüveg, akár a Playstation, akár a laptop, az e-book olvasó, tehát ezekkel is megismertetjük a gyerekeket. Van úgy, hogy rácsodálkoznak a világra, amikor mondjuk egy könyvből a érdekes részt olvastok fel nekik, és, és aki még esetleg úgy nem olvasott, és hogy jaj, hát ilyen is van, Hát igen, meg ugye azt vettük észre, hogy azért van szabad program a gyerekeknek, és amikor úgy elvonulnak, bekuckóznak, tehát ott azért előkerülnek a könyvek, és szorgalmasan forgatgatják őket, és olvasgatják. Van-e még valami? Hát egyenlőre nincs, úgyhogy kérem, hogy figyeljék a kulturális ajánlónkat, a Vasvári Hírmondó hasábjait, illetve honlapunkat, Facebook oldalunkat, hiszen hamarosan újabb programokkal jelentkezünk majd és mondhatnák azt, hogy sikerült elintéznünk, hogy zenei aláfestéssel történjen a mai kulturális ajánló, de nem, hiszen csak a zenéskolából hallatszik ide a gyerekek próbája. Igen, hiszen ők is készülnek majd az évzáróra, amit itt a találkozások házában tartanak majd meg.